Sárospataki Árpád vezér gimnázium diáksága vegyes érzelmekkel fogadta az elektronikus napló bevezetését. A legtöbben örülnek neki, hogy egyszerűbb lesz számon tartani a jegyeket. Az átlagot is automatikusan kiszámítja a rendszer, és az iskola is folyamatosan fejlődik. Nekem így főként azt tetszik, hogy kezdünk így modernizálódni. Tehát így a papírnaplót leváltjuk erre az elektronikus naplóra. És hát egy kicsit érdekes még így az elején, mert mindig azzal megy el az idő, hogy ugye a tanároknak is hozzá kell szokni, és így a hálózatot kell mindig keresni, tehát amíg fel nem áll a rendszer, addig még egy kicsit bizonytalan, de egyébként jó ötlet. Néhányan ugyanakkor nem lelkesednek azért, hogy a szülők most már azonnal értesülhetnek mindenről. Nem lesz például lehetőség eltakarni egy-két becsúszott gyengébb jegyet azzal, hogy csak több jóval együtt mutatják meg. A tanárok munkáját viszont mindenképpen segíti az e-napló. A célja az, hogy az adminisztrációt csökkentsük elsősorban, illetve nyilván ez az elektronikus napló nagyon sok lehetőséget ad a tanárok, a szülők és mindenki számára, aki használja, hiszen a diákok is alapvetően láthatják ezen keresztül az eredményeiket. A legfontosabb az, hogy a papír alapú naplót kiváltsa, és ezáltal nyilván a mi munkánkat jelentős mértékben megkönnyíti, hiszen akár otthonról is tudjuk kezelni az interneten keresztül. A tanárok szeretnék közvetlenebb módon tartani a kapcsolatot a szülőkkel, amire az elektronikus napló jó lehetőséget ad. A tervek már megvoltak, de mostanra sikerült minden feltételt megteremteni és a megfelelő rendszert megtalálni. Az úgynevezett MOZA napló egy szegedi fejlesztés. Ennek a rendszernek a segítségével napra pontosan tájékozódhat a szülő a gyermeke iskolai munkájáról, nem csak a tanulmányi munkájáról, hanem arról, hogy mit tanul éppen aznap a diák, mikor számíthat témazáró dolgozatok írására, hiszen ezt is föl lehet tüntetni a naplóba már előre, illetve ha szükség, akkor milyen magatartásbeli problémák jellemzik a diák iskolai munkáját, vagy esetleg milyen pozitív visszajelzések születtek gyermeke munkájáról. Bár a szülők csak október végén kapták meg a belépéshez szükséges felhasználói neveket és a jelszavakat, már is sokan jelezték, hogy örülnek az újításnak. Így amikor ezen túl otthon megkérdezik, hogy mi történt az iskolában, nem felelheti többet a diák azt a jól bevált és bejáratott választ, hogy semmi.